Nikolaj Csuk nyugalmazott tábornokot bízta meg a kormányalakítással Klaus Johannis államelnök. A PSD, PNL, RMDS és a nemzeti kisebbségek alkotta koalícióban. Másfél év múlva a PSD adja a következő miniszterelnököt. Nagyon jó tárgyalásokat zártam ma a PNL, a PSD, az RMDS és a nemzeti kisebbségek képviselőivel, hangsúlyozta a Kotrocsény palotában tartott nyilatkozatában Klaus Johannis. Az államfő azt mondta, végre sikerült kialakítani egy olyan kormánycsapatot, amelynek a parlamentben is stabil többsége van. Ez a többség javasolt egy kormányfőt, a javaslatot pedig elfogadtam. Következésképpen Nikolaj Csukot bízom meg a kormányalakítással, hogy majd a parlamentben megkaphassa a bizalmi szavazatot. Nikolaj Csuka elmondta, a nagy koalíciót alkotó pártok az elmúlt hetekben egy olyan kormányprogramon dolgoztak, amely biztosítja az ország stabilitását. Az állampolgárok stabilitást és megoldásokat várnak tőlünk a járvány okozta nehézségekre, az energetikai válságra. Emellett egy olyan kormányprogramon dolgoztunk, amely biztosítja az országos helyreállítási terv gyakorlatba ültetését is. A nagy koalíciós kormány beiktatásáról még a héten szavazhat a parlament.